New Yorkban elhunyt Hámos László, az amerikai Magyar Emberi Jogok Alapítvány társalapítója és 43 éven át elnöke. Hámos László 1951-ben született Párizsban, felvidéki és erdélyi magyar szülők gyermekeként. Gyermekkorát New Jersey-ben töltötte. Bár kimondhatatlanul büszke volt magyar örökségére, amerikai identitástudata hasonlóan erős volt. Számtalan kötetet, állásfoglalást és tanulmányt írt és szerkesztett az emberi jogok témájában. A kommunizmus bukása óta több száz személyes találkozót szervezett a kárpát-medencei magyar közösségi vezetők, közöttük az RMDSZ küldöttségei részére is a Fehérház, a Kongresszus és a Külügyminisztérium döntéshozóival. Az RMDSZ nevében Kelemen Hunor szövetségi elnök ezt írja. Hámos László szenvedélyes és elkötelezett híve volt a magyar kisebbségeknek, több évtizeden át küzdött közösségünk jogaiért az Amerikai Egyesült Államokban.